Napjainkban szinte minden pillanatban megjelenik valamilyen új diéta vagy táplálkozási szokásrendszer, ami a laikusok számára akár egészségkárosodást is okozhat. Ezért elsődlegesen dietetikusok, táplálkozástudományi szakemberek tanácsaira és szakmai véleményére szabad figyelni. Február 10-én a Szanáció Egészségközpont dietetikusai ingyenes workshopra várták mindazokat, akiknek fontos az egészséges táplálkozás. A résztvevők többek között az egészséges táplálkozás alapjairól, a hatékony és hosszú távú súlycsökkentés titkáról hallhattak előadást. Igazából úgy gondoltuk, hogy így a karácsony elteltével nagyon aktuális lehet a téma, miénk is csak új év, új élet, új én, stb. Hozhatnánk itt a közhelyeket. A mai témánk igazából olyan címen fut, hogy hozd magad formába a nyárra. Általánosan szeretnénk beszélni az egészséges táplálkozásról, felvázolni az alappilléreket, hogy mégiscsak elhelyezzük úgy térben, időben ezt az egészet. Ezt követően szeretnénk beszélni a tartós súlycsökkentés szabályairól, hogy hogyan is álljunk ennek neki, mi lenne az optimális, és ezután szeretnénk egy kicsit tovább lépni és kitekinteni az ilyen súlyfeleslegekre irányuló csodaszerekre, a porokra, italokra, mindenféle praktikákra. A Millennium Üzletház emeletén rendezett workshop bárki számára nyitott volt, hiszen az egészséges táplálkozásnak minden életkorban alapvető jelentősége van. Az eseményen a résztvevők az első tudatos menüjüket is elkészíthették. Rózsahegyi Franciska és Lelkes Zsuzsanna dietetikusok segítségével alakították át saját receptjeiket. Először is fogunk készíteni egy almás, banános smoothie-t. Mindenképpen mandula tejjel szeretnénk ezt elkészíteni, hiszen gondoltunk a tejérzékenyekre is. És mellette pedig kínálunk narancsos, citromos vizet, amit közben fogyaszthatnak az ideérkezők. A másodiknak szeretnénk csirkés cézár salátát, egy olyan öntettel, amit megint csak az allergiásokra gondolva, hogy gluténmentes kenyérrel, pirított kenyérrel készítjük el, és lepirítjuk a csirkét, a salátát paradicsommal, uborkával készítjük el, és akkor desszertnek pedig tápióka pudingot készítünk. Napjainkban egyre több az allergia probléma, intolerancia, laktóz vagy tejfehérje érzékenység. A szervezők az ételek elkészítésénél természetesen rájuk is gondoltak. A Szanáció Egészségközpontban szakemberek segítségével bárki számára iránymutatásként szolgálhat az egyéni táplálkozási szokások kialakítása. Nagyon szeretnénk, hogyha hazavinnének magukkal mégiscsak fejben egy kis csomagot, arról, hogy mi kik vagyunk, mit szeretnénk közvetíteni, hogy tudják azt, hogy ide bármikor jöhetnek, hogy fordulhatnak az irányunkba, mi nyitottak vagyunk teljesen, és szeretnénk azt, hogyha nem esnének bele az interneten, és nem az egyéb közösségi felületeken található tévhitekbe, hogy mégiscsak forduljanak inkább szakemberhez, és a bizonyítékon alapuló orvoslást vegyék első körben tekintetbe. A megfelelően összeállított étrend tekinthető az egyik leghatékonyabb eszköznek a testi és lelki egészség megőrzésében. Az egészséges alapanyagok felhasználása megfelelő elkészítés után, ideális mennyiségben elfogyasztva, az első lépés az új életmód felé, amely mozgással kiegészítve jó hatással van a plusz kilók elleni küzdelemre is.